Nyíregyháza önkormányzatának egyik kiemelt célja, hogy javítsa a 3-6 év közötti gyermekek óvodai ellátásához való hozzáférését és a szolgáltatások minőségét. Ennek része az a több mint 320 millió forintos, tavaly júniusban kezdődött beruházás, amelyből új óvoda épült a kórház területén. Az 1115 négyzetméteres területen olyan fontos helyiség is helyet kapott, mint a légúti betegségben szenvedő gyerekek gyógyítását segítő sószoba. Körülbelül 25 évvel ezelőtt megszüntették az itt lévő óvodát, és most építettünk egy újat. Kétharmad részt a pályázati forrásból, egyharmad részt a város önerejéből, 107 millió forintot tett a város az építkezés mögé, hogy elkészüljön ez az óvoda. 3 tantermes, 75 gyerek, maximum 90, ha sok lesz, lehet itt, és hát a legmodernebb körülmények között, hiszen itt sószoba van, logopédus szoba, tornaszoba, úgy van kialakítva az udvar is, a játékokhoz, minden szempontból ez egy tényleg mondható, hogy modern, környezetbarát és a gyerekek igényeit kielégítő óvoda. A munkahelyi óvoda és bölcsöde rendszer nagyon gyerekcipőben jár még országos szinten. Pedig fontos lenne, hiszen a kórházban dolgozók jobban tudnak a munkára koncentrálni, ha tudják, hogy gyermekük a közelben van és szakemberek felügyelnek rájuk. Ezért támogatjuk azt, és most már az új bölcsődei szabályozásban lehetőség van arra, hogy munkahelyi bölcsődéket hozzanak létre egy nagyon kedvező finanszírozási konstrukció mellett, és a munkahelyi óvodákat is. Ebben is élen jár Nyíregyháza, azért azt mondhatom, hiszen ők nagyon korán felismerték ezt a lehetőséget. Ők is egy régió gyakorlatot hoztak most ezzel vissza, és mi pedig nagyon boldogan álltunk emögé a kezdeményezés mögé, hiszen a támogatás az úgy állt össze, hogy ez egy 300 millió forint fölötti összeg, amiről beszélünk, és ennek kétharmadát fejlesztési forrásokból tudtuk biztosítani, egyharmadát viszont az önkormányzat, a város maga tette hozzá. Tehát minden nyíregyházi büszke lehet arra, hogy a nyíregyháziak pénzéből is épült meg ez a csodálatos óvodaépület. Az óvoda csak egy a kórház folyamatban lévő fejlesztései közül. Emellett hamarosan befejeződik a parkolóház építése is, ahol 361 gépkocsi elhelyezésére lesz lehetőség. Ez jelentősen megkönnyíti majd a kórházi parkolást. Folytatjuk tovább, hisz nővérszálunk építését fogunk indítani, tehát 110 férőes új nővérszálot tervezünk építeni. Szakra STK bejáratunk, a Bocskai utcai STK bejáratnál egy mozgáskorlátot bejáró, illetve magának a földszintnek és az első emeletnek a felújítása meg fog következni, valamint pszichiátriai pályázaton belül az STK harmadik emeletét is pszichiátriai gondozóval fogjuk átalakítani. Tehát azt gondolom, ez az épület meg fog újulni, a külső részéről is szeretnénk pályázati forrást biztosítani. Nagyon nagy dolog, ami megint folytatódik, még a pulmonológia, sóstölyüti telephelyünk, hisz azt mindenki tudja, hogy nagyon elhanyagolt és nagyon régen, soha, gyakorlatilag a építése óta nem volt ott semmi beruházás. Most a pulmonológiai osztályunknak, most nyertünk meg egy ilyen Viszmajor támogatásból közel 150 millió forintos összeget. Ezt a pulmonológia részleges felújítására fogják fordítani, a külső hőszigetelést más forrásból oldják majd meg. A Sóstói úti kórház bejáratához új aszfaltút épül a következő hónapokban. 6 egészségfejlesztési iroda működése is elindul hamarosan. Az EFIC célja, hogy segítsék a lakosságot az egészségtudatos életmód kialakításában.